Egy motoros futárral küldte el valaki a Tóásó ügy eredeti ügyészségi dokumentumait a családnak. A baptista szeretett szolgálat munkatársa Lukács Csaba múlt héten Bolíviában járt, ahol meglátogatta Tóásó elődöt. Azt mondja, egyik nap a szállodában kapott egy csomagot, amelyről itthon derült ki, hogy a terrorizmussal vádolt Tóásó előtt perének ellopott dokumentumait tartalmazza. A család vissza akarja juttatni a papírokat Bolíviába, ezért most a külügyminisztérium segítségét kérik. Ezek a képek Tóásó előtt cellájánál készültek egy hete, amikor a baptista szeretett szolgálat munkatársa meglátogatta Bolíviában. Tudni kell, hogy Bolíviában most éppen tél van, és ott azért nem úgy építkeztek, hogy erre föl legyenek készülve. 2 fok volt éjszaka, amikor megérkeztünk La Pazba, meglehetősen hideg van, ez elődnek az egészségi állapotán is látszik, tehát lázas volt és köhögött. A bogarakkal teli cellában 2 ember épp hogy elfér, ablak nincs, a falak penészesek, a mosdó pedig szintiszta rozsda. A beteg Tóásó előtt akkor az összefogásról beszélt. Mindig azt gondoltam, hogy mi magyarok nem vagyunk annyira összetartóak, de valójában rájöttem, nézve ugye más külföldi rabokat és más nemzetiségeket, hogy valójában mi magyarok igenis valamilyen szinten összetartóak vagyunk. Lukács Csabát ezúttal sem akarták beengedni Tóásó előtthöz, mielőtt bejutott volna, egy motoros futártól csomagot kapott. Tóásó perének iratait, amit itthon átadott a férfi nővérének. Semmiféle bűncselekményt nem követtünk el, nem adtunk ezért pénzt. Azt nem tudják, ki küldte el nekik az egyébként eredeti ügyészségi dokumentumokat. Ezek közt főként személyes levelek és receptek vannak, illetve annak az interjúnak a leírata, amelyet Rózsa Flores Eduardo adott még a halála előtt, azzal a feltétellel, hogy csak akkor hozzák nyilvánosságra, ha már nem él. Azt már régóta lehetett hallani, hogy a Tóásó ügy több mint 2000 oldalnyi periratát ellopták. Ezeket La Pazba, a fekete piacon árulták. Tudni kell, hogy a Tóásó előd ügyében nagyon gazdag emberek érintettek, tehát gyakorlatilag ellenzéki politikusok és gazdag Santa Cruz-i üzletemberek. Aki ellopta, az nyilván szerencséjét akarta ezzel megcsinálni, hogy árulja a bizonyítékokat. A család most a külügyminisztérium segítségét kéri, hogy a dokumentumokat diplomatáikkal juttassák vissza Bolíviába. Nem szeretnénk, hogy az a feltételezés érne, hogy a családtagok, a magyar állam, bárki más nem akar együttműködni a bolím állammal. Tóásó előd már több mint 3 éve raboskodik Bolíviában. A helyi hatóságok szerint ő és társai merényletet terveztek Evo Morales elnök ellen. 2009 áprilisában Santa Cruz egyik szállodájában kommandósok ütöttek rajtuk. Egy ír férfit és 2 magyart megöltek. Az erdélyi Szovátáról származó magyarosi Árpádot és a magyar-horvát bolíviai állampolgárságú Rózsa Flores Eduardót. Tóásó előd túlélte, annak ellenére tartják fogva, hogy már a bolíviai törvények szerint is szabadon kellett volna engedniük. Erre már az ENSZ is felszólította a dél-amerikai államot, de nem történt semmi. Júliusban elhalasztották az ellenük folyó pert, mivel új bírákat jelöltek ki az úgynevezett terrorista ügyben. Azt nem lehet tudni, mikor folytatódik az eljárás.